Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ez itt az Oscal S80, egy körülbelül 87 ezer forintba kerülő strapatelefon. Alkalomattán ezt a kategóriát is meg szoktam nézni, hogy mi újat tudnak mutatni, miben fejlődnek ezek a mobilok, stb. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tud az egyébként 13 ezer milliamper órás telefon, mit bír ki, és egyáltalán mi ez a márka. Kezdjük a zsákba macskával. Az Oscal a Blackview almárkája, ami azért már ismerősebben csenghet a strapatelefonok világából. Megkerestek, hogy volna-e kedvem kipróbálni bemutatni a csatornán ezt az új telefont, ami, mivel 100 000 forint alatt van, és ugye a márka sem annyira ismert, engem is érdekelt. Kérdeztem egyébként a Blackview-s kontaktomat, mert hát nyilván ők írtak rám, hogy miért hoztak egy új márkát a piacra, és azt válaszolta, hogy az Oscal olyan nekik, mint a Xiaomi-nak a Redmi. Szóval elérhetőbb áron szeretnék kínálni a Blackview-tól megszokott funkciókat és minőséget, és ahogy elnéztem, a képességei abszolút rendben vannak az árához képest, szóval érdemes róla beszélni. Nagyon hasonló dobozban érkezik, mint a korábbi Blackview mobilok. A fedél alatt lesz egy kis pengető, hogy a fedeleket ugye ki tud szedni. Van egy mindkét oldalt USB-C kábel, valamint egy 33 wattos, a leírás szerint GAN töltő. A telefonon alapból lesz majd egy gyári fólia, ami a strapabíró kivitel ellenére is mindig pluszpont. Kívülről a telefon egyébként pontosan olyan, mint amit egy strapatelefontól várni lehet, vastag, nehéz, robusztus, megkapta a legfontosabb tanúsítványokat, mint az IP68 és az IP69K, szóval nagyobb vízsugárral szemben is megállja a helyét, és ott van a MIL STD 810H is, aminek értelmében ellenáll a szélsőséges helyzeteknek is, mint az ejtés, a magas vagy az alacsony hőmérséklet, a pára, a magasság, a merülés vagy a rázás. Elvittem magammal a Tátrába kicsit meggyötörni, dobáltam a hóban, rugdostam, beraktam a hó után 15 percre a 70 fokos szaunába. Csupa olyan dolog, amit egy hagyományos telefonnal, még hogyha vízálló is, nem tennék meg. Egyedül a kijelző körüli keret sérült meg, de minden máshol hibátlan. Az előlapon a keret egyébként egy hangyányit túlnyúlik a kijelzőn, a gumis, sarkokon extrán erősített keret két oldala fémbetétet kapott. A szokásos gombokon felül van egy programozható PPT gomb is, amihez egyszeri, hosszú és dupla nyomásra is hozzáadhatunk egy-egy műveletet. A bekapcsoló gomb egyben új lenyomatolvasó szenzor is, illetve van 2D-s arcfelismerő is. A kijelző fölött van egy színes értesítési LED, de a hátlapon is van egy bizonyos márki lámpák, egy hátlapi LED, ami ugyanúgy mutatja a töltést, illetve az értesítéseket, mint az előlapi. Az alsó hangszóró egyébként hangos, de minőségben nem tud annyit, mint egy normál telefon ugyanezen az áron, és sztereó hangzás sincsen. A 6,58 hüvelykes kijelző, Full HD plusz elbontású, 60 Hz-es és IPS, maximum 520 nit fényerővel. Nyilván 87 ezer forintért már bőven kapsz AMOLED kijelzőt és legalább 90 Hz-et, de a strapatelefonoknál a szívósabb külsőért cserébe van, amiről le kell mondani. Ettől függetlenül egyáltalán nincsen semmi gond a kijelzővel, a fényerő is vállalható, főleg IPS-hez képest. Más strapatelefonoknál az sem ritka, hogy mondjuk hasonló áron csak HD panelt kínálnak, itt pedig ugye Full HD van. Az Oscal S80-on jelenállás szerint Android 12 alapú Dock OS 3 rendszer fut, ami alapvetően egy elég gyárias Android felületet kínál néhány extra funkcióval. Ilyen például a műszerek alkalmazás, amiben van iránytű, zajszintmérő, szintező, szögmérő és többek között magasságmérő is. A funkciók lefordítására még mindig nem fordítanak túl nagy hangsúlyt. Ilyenek vannak, mint hogy gesztusok és kulcsok, értesítési dióda, azon belül a töltés jelzését díjként fordították, SIM-kártyák és transferkezelés, szóval vannak ilyen elég amatőr dolgok is benne. Előre telepítve van egy pár tök fölösleges alkalmazás, amiket lehet törölni, de ami fontosabb, hogy van például gyermekmód és kesztyűs mód is, ami hidegben, kültéren különösen jól jön.
A teljesítményéről egy MediaTek Helio G85-ös lapkakészlet, illetve 6 GB RAM gondoskodik, a tárhely pedig 128 GB, de ez tovább bővíthető 1 TB-tal microSD kártyával. Ez egy 2020-as lapkakészlet, ami elsőként a Redmi Note 9-ben volt jelen, szóval az Oscar teljesítménye nagyjából ehhez mérhető. A tárhely az eMMC 5.1, szóval nem túl gyors, de az alapvető rendszersebességgel nincsen gond. Alacsonyabb grafikán a nagyobb 3D-s címek is elfutnak a készüléken, de gondolom, hogy mennyit fog játszani, aki strapa telefont vásárol. Melegedéssel abszolút nincsen gond. A kamerás részleg az nem is lett annyira borzasztó, mint amire alapvetően számítottam. Az előlapon egy 8 megapixeles selfie kamera található, a hátlapon pedig 3 szenzor, egy 12 megapixeles IMX 362, egy 8 megapixeles autofókuszos széleslátó és egy 2 megapixeles mélységszenzor. A kamera alkalmazás az meglehetősen ingerszegény, de a fontos funkciók azok megvannak, mint az éjszakai mód, pro mód, panoráma és például makró. A Blackview az Oscar S80-nál az ArcSoft-tal dolgozott együtt a képfeldolgozó algoritmuson, és egyébként egy 87 ezer forintos strapa telefonhoz képest a kamera egyáltalán nem rossz. A színek szépek, a dinamika tartomány is korrekt, és hogyha jók a fényviszonyok, akkor a zaj is minimális. Van kétszeres digitális zoomra is lehetőség, bár ezt inkább mellőzném, ugyanis romlik a minőség, illetve a széleslátó fotói jellegben sokszor nagyon eltérnek a főkameráitól, ugye hiányzik a konzisztencia közöttük, meg hát a széleken mosott, torzulnak a vonalak. Ellenben, mivel autofókuszos a széleslátó is, tök jó makrókat lehet vele készíteni, igaz, hogy zajosabbak, mint az átlag, de részletgazdagságban tök jó. Videózni noha a terméklap 2K-t ír, de maximum Full HD-ban lehet, mindkét oldalon, mindegyik kamerával. A videók nem túl stabilak, nem is túl szépek, és ugyanúgy megvan a differencia a főkamera és a széleslátó között színekben, mint a fotóknál. Viszont megérkeztünk az Oscar S80 egyik legnagyobb erősségéhez, ami az akkumulátor. Egy 13.000 mAh-s telefon benne, háromszor akkora, mint egy átlagos telefonban, ez a 460 g-os súlyán is érezhető. A telefont január utolsó napjaiban kaptam meg, akkor feltöltöttem, de azóta nem volt egyébként töltőn, és ugye most február 20-a van. Ez idő alatt futott rajta pár benchmark, fotóztam, videóztam vele, kipróbáltam néhány játékot, de volt, hogy napokat pihent az asztalon. A gyártó 48 nap készenléti időt ígér a telefonnak, nálam azért az idő 30-40%-ában használva bírt 20 napot. A mobil kb. 3 óra 20 perc alatt tölthető fel a gyári 33 wattos töltővel, de természetesen más eszközöket is tölthetsz vele, vezetékesen 5 watttal. Összegezzünk. Az Oscar S80 a gyártó AliExpress oldalán rendelhető meg 3 színben, az ára pedig, ahogy már említettem, párszor 87 ezer forint. Ugye Kínába jön a telefon, és hát a leírás szerint az áfát tartalmazza az ár. Nekem nem kellett vámot sem fizetni, amikor érkezett, de erre azért érdemes felkészülni. Az árához képest szerintem egy remek képességű telefon, igazából sikerült elérni azt, amit célnak kitűztek, olcsóbban adni azt, amit a Blackview-nál megszokhattak a vásárlók. Elnézve az Oscar S80 képességekben nagyon hasonlít a BV 7100-hoz, ami körülbelül 10.000 forinttal drágább, és szerintem semmivel sem jobb ennél. Azt azért érdemes észben tartani, hogy garanciát érvényesíteni Kínában vásárolt telefonnál szinte lehetetlen, szóval, hogyha számodra ez fontos, mert miért is ne lenne az, akkor ott vannak a Catmobilok, illetve a Samsung Xcover 6 Pro is. Hogyha bármi gond lenne azokkal, akkor könnyebb elintézni a javítást, de persze az áruk is magasabb. Ti mit gondoltok? Nektek hogy tetszik az Oscar S80? Írjátok meg! Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!